A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal találkozójával indult a Kozma Péter emléktorna. Kozma Péter, a megye egykori kormány megbízottja, tavaly március 4-én hunyt el tragikus hirtelenséggel. Ráemlékezve rendezték meg az ország kormányhivatalainak részvételével első alkalommal a Kupát Nyíregyházán. Kevesen tudják talán róla, hogy fiatal korában nagyon szívesen és nagyon sokat futballozott, és amikor felmerült egy labdarúgó tornának megszervezésének az ötlete, akkor merült fel az az ötlet is, hogy egyúttal emlékezzünk kormány megbízott úrról. Ez számomra személy szerint is rendkívül fontos, mert nagyon jó kapcsolatot ápoltam vele. Országgyűlési képviselőként pattársak voltunk a parlamentben, és nagyon sok személyes és szakmai politikai munka és ügy kötött össze bennünket. Én azt gondolom, hogy ez is egy olyan alkalom arra, amikor emlékezhetünk rájna, és az a munka, amit ő végzett itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az élete során, az így talán még inkább a nyilvánosság előtt is megmaradhat. A torna azonban nem csak a múltra való emlékezést tűzte ki célul, hanem a jelen számára is fontos üzenetet hordoz, illetve a közösségek közti kapcsolatépítést is szolgálja. A jövő pedig az, hogy az élet nem áll meg, hogyha valaki tragikusan is elmegy közülünk, hanem folytatni kell részben az ő szellemi hagyatékát is, akár a történelem iránti szeretetet, a haza, a magyarság iránti szeretetet, vagy a szűkebb pátriája, amit Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének hívunk, iránti szeretete. És hát ebben benne van a sport is. És a sport az a, ugye elsődlegesen a versenysport, az a fiatalok műfaja, de mindenki, aki azt mondja, hogy ezt egy életen át kell játszani, amit heves énekli a labdarúgást, az is az életet jelenti, a csapatot, a csapat összekovácsolását. Kollégák megismerik itt a kormányhivataloktól a másik-másik helyen lévő kollégákat, én csak a telefonhangját ismeri egyébként adott esetben, és itt lehet jó sportbarátok mellett jó hivatali barátságokat is kötni, és szerintem akkor jobban megy még a munka is.